Nem is tudom megmondani, milyen nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket. Példátlanul szép ház előtt állok, és kicsit szorongok. Valaki nagyon hiányzik innen, még mindig. És mindig fog hiányozni. Ő az, aki ezeket a mesterkurzusokat, a dobkurzusokat rendszeresen megnyitotta, amióta elindult. És ő az, aki, ha valaki tudta kezdettől fogva, egy kicsit én is sejtettem, de erre majd visszatérünk, hogy ki az, ki lesz az a Dörnyei Gábor. És ő sajnos nem lehet itt velünk, mert egy évvel ezelőtt, kicsivel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, itt még dobolt, nekem jutalomkönyvet adott át a dobosokról, kulturális tevékenységemért, amiért a régi zenék kultúráját, vagyis a szegedi zenei életet ebben a klubban sikeresen életben tartjuk, és egy teljesen fatális, váratlan, bár sok egészségi gondja volt, de egy hihetetlen estén ő eltávozott. 3 nappal ezelőtt, azelőtt még itt dobolt ezen a színpadon. Ez, amit nagyon nehéz volt elkezdenem és elmondanom, viszont annál nagyobb lelkesedéssel és örömmel mondom el, hogy október 31-én a halálának az évfordulóján ebben a térben méltó megemlékezést tartunk úgy, hogy az összes zenekara, vagy emlékekkel, de legtöbb rekonstruált módon ma élőben föllép, megjelenik itt, és egy szegedi, olyan All Stars öreg rocker válogatott, zenész válogatott fog tisztelegni az emlékére. Gondolom ki se kell mondanom a nevét, de tisztelettel és nagy-nagy respekttel kiejtem a nevét. Sipos Zoltánra emlékezünk. És szeretettel várunk mindenkit. Mai vendégünk sajnos nem lehet itt, mert kínai turnéjáról valószínűleg nem fog tudni hazaérni, de mindenképpen itt lesz, és akkor innentől kezdve köszöntöm a kedves vendégeket, Sipos Zoli barátom örökébe lépve már egyszer-kétszer gyakoroltam, és most nagyon röviden szeretném bevezetni ezt az estet. Ő is sok személyes érzelemmel, sokkal több szakmai ismerettel, személyes történetekkel, én is egy személyessel kezdem. Pontosabban 3 kis foltot szeretnék fölidézni az én Dörnyei képemből. Az első az, amikor valaki mesélte, sőt azt már többen is visszamesélték, hogy volt egy srác, aki Pestre utazott mindig, és a kupéba elnézést kért a körülötte ülőktől, hogy nem zavarja őket, hogyha elővett 2 tányért, és ő gyakorolt folyamatosan a kalauz kivételével, így utazgatott Pestre. A második emlékképem az, hogy rádióztam, és egy hosszú vetélkedőt csináltam egy kereskedelmi rádióban, és annak a fő nyereménye az volt, hogy elvihettem az akkori Opel Auto szalonnak a vezetői révén a Budai Várban egy Bob Berg, Mike Stern koncertre, ahol Dennis Chambers dobolt. Hát ott meg voltam illetődve ettől a zenétől, attól, hogy ott látom az öreg Dennis Chambers-t, illetve akkor még fiatal, és egyszer csak azt látom, hogy az én Gabi ismerősöm, a Dörnyei gyerek, viszi a dobot, és folyamatosan mondja neki. Tehát ez a második emléképem, ez a srác ma akkor tudta, hogy hova tart, tudta, hogy mi az értéke. És ilyen szempontból én nekem ez akkor úgy megfészkelt bennem, hogy figyeljük csak oda, ez a fiú, ez nagyon ott lesz. A harmadik, az egy nagyon egyszerű dolog, mint ma is, készül a Thunder produkció fönt, ő ül, és minden dobos ilyenkor be van, és csak majd valamikor utána beszélhetünk, de nem ő, amikor én belépek, azt mondja, hogy szia, Plesi. Erre én nagyon büszke vagyok, mint arra, aminek ma itt a szószólója lehetek, és nagyon röviden, nyilván nem mondunk életrajzot, mert itt, aki eljött, mindenki tud nagyon sok mindent, legfeljebb annyit, hogy Gabi meghatottsággal emlékezett az imént kis beszélgetésünkben, hogy 4 éve játszott itt utoljára ilyen kurzusban, és talán a Borlai Gergő estünk mérhető ehhez a közönséghez, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon személyes és nagyon boldog estet jegyezhetünk. 30 éves jubileumára tekint vissza, és ezért is kell, hogy itt legyen, és egy világturnéval emlékezik erre a pályájára, ami 10 éves korában kezdődött Gabinak.
És ennek a turnénak a kezdete Kínában, Shanghai, ugye, ami tudjuk, hogy kilométernyi utcahoz csak hangszerekből, és egyáltalán a hangszervilágnak a világfővárosa, és onnan majd Londonba, és a London Drum Show-ra, aztán Németországba, a mai nem mondok neveket, mert én is még tanulom, a élvonalbeli legizgalmasabb, legérdekesebb női férfi dobosokkal Berlinben, Mannheimben folytatja a turnéját, és hát ami, ugye ő most már Londonban oktat, tananyagokat készít, és ennek a Detroit DIME, ez a rövidítés, a Detroit Institute of Music Education, tehát egy világrangú intézet, valamint a Los Angeles-i Drum Channel-t és a Vancouver-i kanadai Drameo neveket említeném, mint a szakma közvetítőjét. Az utóbbi milliós nézettséget produkált abból a tananyagból, ami Dörnyei Gabink állított össze, és ez gyakorlatilag őt olyan polcra tette föl, ahol a világ 10 legjobban fogyó, vagy legjobb, vagy legelső, így mondjuk, a világ legelső 10 dob tananyaga között, olyanokkal, mint Peter Erskine, ezeket tudom fejből, olyanokkal, mint Billy Cobham és Bernard Purdy, aki a jazz világát ismeri, tudja, hogy ezek milyen súlyú nevek. Csak egy érdekesség nekem különösen, mert nagy rajongója vagyok ennek a különleges gitárosnak, Stanley Jordannek, aki ugye egy ilyen érintős technikával valami egészen eredeti dolgot csinált, és egyáltalán őt meghallgatni nagy csoda, de vele világturnézni, azt meg a Gabi tudja majd elmesélni, hogy mekkora élmény lehet. Bepárásodott a szemvegem a meghatottságtól, és kell egy kicsit fókuszálnom. Ki nem maradjon valami, Gabi is el fogja mondani, ami az én házigazdai tisztem, elmondani, hogy dedikálni fog lemezeket, ami azt jelenti, hogy nyilván vásárolni is lehet, DVD-ket is, és ami szintén egy nagy respekt, a Vic Firth dobverő márka, tudjuk, hogy alapvető, a világ egyik legelső márkája, 75%-át képviseli az eladásoknak a világon. Ennek a márkának ő egy tavalyi megtiszteltetéseképpen Signature dobverőt adhatott ki. Ebből is itt most majd a koncert után úgyis jöttök beszélgetni, úgyis gondolom beülni, dobolni, és akkor ezeket majd Gabi elmondja. Egyetlen egy dolog a végére, és remélem benne voltam az 5 percben, senki se hiszi el, hogy én 5 percen belül be tudom fejezni a Gabiról szóló kis prológusomat, de azt hiszem a számára is a legfontosabb, hogy ebben a 4 évben megszületett a trónkövetelő, a trónkövető inkább, mondjuk így. Dörnyei Áron Gáborka, 20 hónapos, gyönyörű kis pocia van, és isteni kis utánpótlásnak mutatkozik. Jó szórakozást mindenkinek, és szeressétek Dörnyei Gabit, ahogy ő szereti Szegedet és titeket. Köszönöm szépen. Tegeződhetünk? Kezdjük csókolom, jó estét, sziasztok! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök. Az egyik legújabb eredményem, hogy Britney Spears-nek képzelem magam, és ezért van ez a fejmikrofon a fejemen, mert sokáig, évekig küzdöttem mindenféle támadó mikrofonállványokkal, akik vagy jobbról, vagy balról valahogy mindig az utamba kerültek, úgyhogy a nővérem és édesanyám ezt megunta, és karácsonyi ajándéknak kaptam ezt a gyönyörű fejmikrofont, úgyhogy nem kell semmiféle állványa tovább vergődnem. Erről ennyit. Úgyhogy óriási öröm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Nem is tudom, hogy teljesen meg vagyok hatódva. Tehát Szegeden játszani nekem mindig tényleg egy különleges érzés. Tehát semmihez nem hasonlítható. Már ahogy jövök az úton, vezetek Szeged felé, ez a bizsergés elfog, hogy hú, de jó hazajönni. Úgyhogy nincs még egy ilyen hely, az biztos számomra, mint Szeged. Úgyhogy óriási öröm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt köszönöm Volent Zsolt barátomnak, a Szeged Drums üzletből, aki létrehozta ezt a rendezvényt, és természetesen mindenkinek a szegedi IH-ból, Kolónak, a fiúknak, lányoknak, a hangnak, technikának, mindenkinek, hogy ilyen szép körülmények között megtarthatjuk ezt az estét.
Mielőtt túl sokat beszélnék, nem azt mondta Zsolt, hogy legutóbb majdnem 3 órát voltam a színpadon, úgyhogy megkérnék mindenkit, hogy rúgjatok le a színpadról, hogyha még túlzottan belemerülök a sztorizgatásba. Arra gondoltam egyébként, hogy legközelebb nem is hozok dobot, hanem csak oda leülök a pulthoz, és akkor ilyen történeteket mesélek, az sokkal jobb, mint dobolni. Úgyhogy nem is szaporítanám a szót, hanem az egyik kedvenc szerzeményemmel nyitnám az estét, amit Streamnek hívnak, ez Sárik Péter barátom, fantasztikus jazz zongorista szerzeménye. Ez a nyitónóta a Dramio című programon, amiről Plesi is beszélt. Köszönöm Plesinek is a szavakat. Hát nehéz helyzetben van ő is, meg én magam is, mert bizony Sipos Zoli barátunk nagyon-nagyon hiányzik. Ez az első alkalom, hogy itt vagyok Szegeden, úgyhogy ő nem tud itt lenni, és nem tudja megnyitni az estét, nem tud kedves szavaival felkonferálni. Úgyhogy Plesinek sincs könnyű dolga, meg bizony nekem sem, mert nagyon hiányzik nekünk. Ezt az első szerzeményt rögtön neki is dedikálnám. A címe Stream, a Dramioról. Mindenkinek jó szórakozást. Köszi, hogy itt vagytok. Thank you.
Köszönöm szépen. Oké, okay. Szóval ez volt a stream, és kezdek bemelegedni. Nem tudom, hogy esetleg valakinek van-e kérdése ezzel kapcsolatban, vagy mindenki tud mindent, és mehetünk haza. Igen. Hát akkor sziasztok legközelebb, ugyanitt. Köszönjük mindent. Úgyis azt mondták, múltkor hosszú voltam, hát akkor már. Szóval hát nagyon sok mindent lehet beszélni erről a dalról, meg egyáltalán a dobolásról, az én hozzáállásomról, vagy illetve inkább a megközelítés a jó szó a doboláshoz, meg egyáltalán a zenéléshez. Ahogy a Plesi is mondta, 10 évesen kezdtem el dobolni, itt ebben a gyönyörű drága városban, Szegeden. 30 éve dobolok, úgyhogy könnyű kiszámolni, hogy tavaly lettem 21. Matekból mindig erős voltam, matekból is mindig erős voltam, úgyhogy ez egy 30 éves turné. Szerintem az én sikeremnek, hogyha lehet ezt úgy mondani, a titka az az, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel ülök le ma a hangszer mögé, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag valamelyik nap azon kaptam magam, hogy futva megyek le a kis stúdiómba, a kertbe, hogy annál hamarabb érek oda, és akkor lehet dobolni. Nyilván ebben az is benne van, ugye, hogy, és ez főleg a gyerekeknek, meg a fiataloknak mondom, hogy igaz a mondás, hogy addig gyakorolja, még fiatal vagy, mert utána már nem lesz időd. Ez természetesen sajnos rám is igaz, mert mindig az marad utoljára, hogy a gyakorlás, de én ezt ugyanúgy élvezem, mint amikor elkezdtem, és ugyanúgy körülbelül következő 30 évre tudom, hogy mit kellene gyakorolnom. Úgyhogy ez egy végtelen folyamat. Most itt fejből 5 darab A4-es lapot tele tudnék írni, hogy mi az, amit tudnék fejleszteni, mi az, amit még kellene tanulni, tágítani. Úgyhogy ez a csodálatos a zenélésben, bármilyen hangszeren, vagy bármivel tényleg elhivatott az ember, hogy ez egy végtelen folyamat. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen gyorsan jut el az ember oda, ahova eljut, hanem az, hogy élvezze azt a folyamatot, és minden napját, minden percét élvezze annak, mert nem lesz mindenkiből profi zenész, meg profi úszó se, vagy teniszező, vagy pingpongozó, vagy biciklista, vagy bármi, viszont amíg minden nap élvezi, amíg azt csinálja, amit szeretne csinálni, addig az egy sokkal boldogabb ember lesz. És én óriási mázlistának érzem magam, hogy ezt megtaláltam, és ez semmit nem tompult az évek alatt, sőt, ugyanaz a lelkesedés megmaradt. Egyre többet szeretnék gyakorolni, mert nyilván ugye minél magasabb szintre elér az ember, annál nehezebb onnan tovább fejlődni, mert amíg ugye nem tudunk semmit, addig nagyon sok mindent lehet tanulni, amikor már tudunk valamit, akkor jövünk rá igazán, hogy mégse tudunk semmit, és hogy még mennyivel jobban lehetne. Mert ugye annál nagyobb szeletét érti, meg érzi az ember a tortának, hogy mi az, amit még ténylegesen kéne fejleszteni, meg tanulni. Úgyhogy ez az én hozzáállásom, ez nem változott soha, remélem, hogy nem is fog. Folyamatosan szeretném fejleszteni magamat, viszont, ami nagyon fontos a mai estével kapcsolatban, annak a tetejével, amit csak most hallottam Kincsőtől, hogy teltházunk van, tehát hivatalosan nem tudunk több embert beengedni. Ami egy fantasztikus érzés, tényleg nem tudom eléggé megköszönni, hogy ilyen sokan eljöttetek, mert ha több embert beengedek, akkor kikapunk a tűzoltó bácsitól. Ugye nem lehet többet. Viszont, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az én kurzusaim, meg előadásaim azok soha nem egyoldalúak olyan szempontból, hogy nem csak én fogok ma sem dolgozni. Kik azok, akik itt voltak esetleg 4 évvel ezelőtt az előadásomon? Volt egy fantasztikus videó, amit óriási örömmel néztünk, amikor mindenki gyönyörűen csapkodta, paskolta a térdét, hogyha emlékeztek arra a gyakorlatra, ez a cross exercise, tehát ilyen kereszt gyakorlat, úgyhogy ma is készültem egy finom kis gyakorlattal, ami sokkal nehezebb, mint a múltkori volt, mivel ugye azt már tudjuk mindannyian, tehát az már nagyon-nagyon könnyű, úgyhogy majd sokkal nehezebbet fogunk tanulni. Az lenne az én kérdésem, hogy ki az, aki tudja, hogy milyen groove, vagy milyen lüktetés volt ez az előző szám, a stream. Milyen groove, hogy hívják ezt a stílust? Latin, igen, azon belül. Szamba, ki mondta először? Bravo! Nyereményed egy 80 000 forint értékű, kifizetetlen telefonszámla. Fantasztikus. Tapsoljuk meg! Megérdemli! Bravo!
Oké, szóval, hogy ez a samba groove volt. Na most a samba az egy nagyon-nagyon érdekes ritmus, ugyanis eredetileg ez egy brazil ritmus, Brazíliából származó dél-amerikai ritmus, ahol egyébként idén jártam először életemben, sokfelé volt szerencsém a világban turnézni, de ahogy Plessy is mondta, 2016-tól az az óriási megtiszteltetés ért minket Horváth Kornél, Kossuth Díjas ütőhangszeres barátommal, hogy a Thunder Duo Stanley Jordannel, az amerikai négyszeres Grammy-díjas gitárművésszel turnézik a világban. Úgyhogy a Santiago-i Jazz Fesztiválnak voltunk a fő fellépői idén nyáron, úgyhogy bemutatkoztunk Dél-Amerikába, óriási élmény volt, meg egy iszonyú hosszú repülőút. Tehát az egyik dél-amerikai ritmus, a samba, ez nem chilei ritmus, hanem brazil. Ez talán az egyik leggyakrabban használt latin ritmus, ez nem jelenti azt, hogy könnyű játszani. Nagyon érdekes, amit Jojo Meyer is mondott nekem többször, hogy valami egyszerű, de nem könnyű. Simple, but not easy. Mert sokszor ugye azt kell érteni, és ezt mondom mindig a tanítványaimnak is, hogy a világon a legtöbbet eladott lemezek, ha megnézünk egy Michael Jackson lemez, egy Beatles, akármit, 120-150 millió példányt adnak el benne a világba, egy ilyen bonyolult ritmus, mint amit én doboltam, nincs rajta. De nem egy fél se, soha nem is lesz. Tempót kell dobolni, jó ízűen, jó hangszínnel, jó hangzással kell játszani. Aztán, hogyha megadatik, hogy az ember szólóban léphet föl, az egy óriási élmény, de attól függetlenül a kis fiatal feltörekvő dobosoknak ugye nagyon fontos, hogy először a zenei stílusokat tanuljuk meg, mert az alapján fogunk tudni koncertezni. Nekem is az óriási szerencsém az volt, hogy fantasztikus tanáraim voltak, nem sok, igazság szerint kettő, utána pedig magamtól tanultam mindent videókról, DVD-kről, viszont olyan alaptudást kaptam, amiből aztán az elmúlt 30 évben én folyamatosan dolgoztam. Mert hogyha egy énekesnőt kellett lekísérni egy kis söprűvel a jazzklubba, akkor azt is meg tudtam csinálni, és hogyha rockot kellett dobolni dupla lábgéppel, akkor azt is valamennyire megtudtam. Ez annak is köszönhető, hogy én a rock zenéből jöttem. Tehát nővérem meg én nagy rockerek voltunk gyerekkoromban. Úgyhogy az volt úgymond nekem az alap, és utána sikerült folyamatos fejlesztéssel ugye kinyitni a többi stílus felé is az érdeklődést, meg a tudást megszerezni. Tehát a latin ritmusok nagyon-nagyon fontos részei a dobolásnak, nagyon sokat és nagyon jól, szépen zeneien lehet dobolni a latin ritmusokba, úgyhogy most egy picit beszélnék erről a samba nevű ritmusról, erről a brazil ritmusról. Eredetileg, az eredeti formájában ezt kettőben érzik, úgymond két negyedben érzik, magyarul egy, két. És van ez a jó kis szurdó nevű braziliai dob, aminek mély hangja van, azt mi a dobcucon az állótammal helyettesítjük, és az a kettőre egy, két. Ebben a ritmusban idáig semmi bonyolult nem volt, ez az, hogyan szólaltatjuk meg ezt az alapritmust. Ebben az egészben, amit doboltam, csak váltott kezes ütés voltnak. Kezeket föl, ki az, aki tudja, mi a váltott kezes ütés? Ez nem dobosoknak is nagyon egyszerű, és a nevében is benne van váltott kéz, egy jobb, egy bal. Tehát a legegyszerűbb kézen, ami lehet ezt ugye lassan játszani, meg nagyon gyorsan. Nyilván attól függ, hogy hány évet ül az ember a gumilap mögött, meg a dobcuc mögött, jó? Tehát váltott kezes ütések voltak, tehát jobbal, és ezt én szétosztottam a dobokra. Ez a ritmus egyébként, amit játszom, ez a Samba Cruzado. Én ezt a Peter Erskine-től, meg a Steve Gadd-től loptam. Azért használom a lopni szót, mert ugyanis mi dobosok gyakorlatilag hivatalos tolvajok vagyunk, ugyanis bármi jót hallunk, azt mi azonnal lenyúljuk. És nem kölcsön veszünk, mivel soha nem adjuk vissza, hanem mi azt gyakorlatilag megszerezzük, eltulajdonítjuk, kigyakoroljuk, és onnantól ez az a miénk. És abból megtöltünk egy termet, és eladjuk, hogy milyen jól tudok dobolni. Pedig ezt a Peter Erskine már 40 éve játszotta. Oké, szóval ez az alap. Na most nagyon fontos, ugye dobosoknak, nem dobosoknak. Én a legtöbb problémát, amit dobosokkal láttam, eddig, akik küzdöttek mondjuk a szambával, az az volt, hogy a lábdobon valakinek fontos telefonhívása van, biztos a Sting.
tehát nagyon fontos, ugye, illetve a legtöbb probléma, amit én a hosszú évek tapasztalatában tanítványokat találtam, hogy a dupla ütést a lábon nem tudják vagy elég tisztán, vagy elég hosszú ideig fenntartani, hanem így összecsúsznak a duplák, vagy esetleg túl lusták, lassúak lesznek. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt ugye kigyakoroljuk. Én egy picit csalok, amikor ezt játszom, ugyanis ilyen trükköket alkalmazom, hogy legalábbis a test súlyomat, ha nem is nagyon látványosan, de egy picit a bal oldalra helyezem, ami azt jelenti, hogy a bal sarkamon van az egyensúlyom. Tehát a jobb lábam, ami a levegőben van, nagyon könnyen tud oda-vissza mozogni. Ehhez van ez az úgynevezett, nem tudom, azon a kamerán lehet látni a lábakat? Nem. Nagyszerű, akkor ez az én titkom marad. Nehogy már mindent megmutassak. Úgyhogy, tehát a lényeg az, hogy ezt így érzetben lehet tudni, hogy ja, ez a kamera van, oké. Tehát, hogy érzetben nem olyan igazán, ugye nem tud az ember nagyon eldőlni, mert ahogy elmegy az egyensúly, akkor rögtön már sokkal nehezebben tud mozogni, meg szabadon játszani, viszont egy nagyon picit a bal lábamra helyezem a testsúlyt, ezáltal a jobb láb egy picit a levegőben van, és sokkal könnyebben tudom ezt a mozgást létrehozni, na most meg fenntartani inkább az, hogy ugye ez mit, egy 5-6 perces nóta, tehát nem az van, hogy kétszer eljátsza az ember, hanem mondjuk 200-szor például egy számba. És ugye ehhez van ez a másik technika, amit ezáltal a bal lábon használnak, az úgynevezett heel toe. Na most a heel toe az magyarul azt jelenti, hogy sarok, lábfej. Tehát a lábamnak valamelyik része mindig kapcsolatban van a pedállal. Tehát nem ugrálok a lábcímen, mert akkor így felborulna az egyensúly, hanem a sarkam az lent van, és ennek ezzel szembe nyomkodom így a lábcint, ugye a lábfejemmel. Ez nagyban segít abban, hogy ezt a jobb lábat én könnyedén tudjam játszani. Na most, hogyha ez megvan, ez eddig mindenkinek tiszta, ugye? Tehát ez az alapritmus, bum, 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 bum. Egyébként a lassú szamba az a bossa nova nevű ritmus. Ami semmi más, mint ugyanez a groove, csak halkan és lassan. Ez se olyan könnyű ám, mert sokan azt mondják, bosszanom, hát az első a kottában. Hát nem egészen. Én kevés olyan ritmus van, amit én hallottam már ilyen rosszul dobolni ennyire sok embertől. De tényleg, mert ugye mindenki azt mondja, hogy nagyon könnyű, és közben azt mondja, hogy szépen, egyenletesen szóljon, az nem olyan könnyű. Oké? Tehát a bossa nova az gyakorlatilag a lassú szamba, és aztán, hogyha ebből a tempóból ugye fel akarunk gyorsulni a szambára, akkor jön egy akadály a jobb kézbe, amit ki lehet, ugye, hogy folyamatosan tüt, hogyha ezt akar játszani az ember. Ezt ki lehet kerülni egy másik technikában, amit push-pullnak hívnak, talán a dobosok ismerhetik. Amikor az egész mozgás csak az ember ujjai között megy. Most ez így néz ki, hogy csuklót nem is igazán használnak ebbe, csak egy lenyom, felhúz, le, fel, push-pull, push-pull, push-pull. Ezzel csoda sebességet lehet leírni, majd elérni, majd én is még ezt kell gyakoroljam, de a lényeg az, hogy utána általában kihagyunk a jobb kézből a tat-tat-tat-tat, ugye ezt nem lehet sokáig fenntartani egy hangot, és akkor abból vagy az lesz, hogy titita, 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 vagy tá, titita, 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 titi. És mivel most már csak három hangot játszok egy szünettel, ezért lesz sokkal könnyebb fel gyorsítani. A másik technika, amit megtanultam, bár csak 20 évvel ezelőtt tudtam volna, ezt tavaly tanultam meg Los Angelesben a Peter Erskine-től, hogy hogyan játszok ezt a gyors tam-titi-tam-titi-tam, mert ezt én sokáig nem tudtam. Most ezt nem fogom megmutatni, viszont borzasztó, hogy el kellett értem menni Los Angelesig. Tehát a lényeg az, és ez a dobosoknak, és elnézést, hogyha valakit untatok a nem dobosok közül, hogy megy ez a három hangos. Ez gyakorlatilag bármilyen tempót lehet. Ugyanis nem kalapálom ki a hangokat, hanem a lényeg az, hogy az első két hangot, azt a hüvelykúj és a mutatói közt pattintom. És ez a kulcs. Ugyanis az szokott lenni, hogy megszokásból mi dobosok, amikor egy páros ütést játszunk, ugye jobb-jobb-albal, jobb-jobb-albal, akkor a második hangot behúzzuk az ujjunkkal. És ez ugye egy bevett szokás, amitről nagyon nehéz ugye megfeledkezni,
Na most, hogyha az ember a három hangot akarja, akkor az a lényeg, hogy a harmadik hangra meg kell tartani az ujjakat. Tehát a harmadik hangot húzom be, nem a másodikat. Az első hang egy ütés, egy pattanás, és a snap, tehát amikor becsukom az ujjamat. Nekem az volt a probléma, hogy a második és a harmadik hangot is ki akartam ütni az ujjaimmal. Amit el lehet vinni egy bizonyos tempóig, viszont sose lesz olyan gyors vagy olyan könnyed. Gyakorlatilag az első és a harmadik hangot játszom, bárhol kezdem az ütembe, hogyha 2-4-re, 1-2-3-4, 1-2, vagy ha 1-3-ra, 1. Bárhol lehet kezdeni, a technika ugyanaz, tatatam, a harmadik hangot húzom be. Tehát akkor már megvan a jobb kész, hogy mit játszunk, tatadim, tatatam, tatatam, tatatam. Utána jön a bal kéz. A bal kézzel a különböző klávékat szokták hozzáadni ehhez a ritmushoz, ami például, a, ki tudja mi a 2-3-as rumba klávé? Tobosok? Valaki? Igen, igen, így van. Szeretnél nyerni egy kifizetetlen telefonszámla? A jó válasz. Tehát ez így néz ki, egy 1-2-3-4, 1. Ezt kéne tapsolni. Mi történt? Aztán erre van, bravo, erre vannak ilyen nagyon jó kis gyakorlatilag, hogy ezt meg lehet fordítani. És akkor a három hangos ütés kerül előre. A lényeg az, bravo, hogy ez meg nem áll. Tehát a jobb kéz meg nem áll, de nem is kell, mert nem, az a lényeg, hogy nem feszülök be, miközben játszom, azért tudom sokáig fenntartani. Utána, amit lehet csinálni, egy nagyon-nagyon jó gyakorlat dobosoknak. Megy a láb, megy a lábcin. Elkezdjük forgatni a jobb kezet. Anélkül, hogy bármi változna. 1-2-3-4. Tadadám, ütésre. Vissza. És így tovább. Tehát ezzel el lehet játszani. Ez lenne egy gyakorlat. A másik gyakorlat, bravo, idáig nagyon jó, amit most meg fogunk tanulni, ez egy kicsit érdekesebb. Ugye, hogy játsszuk ezt a szép kis szamba osztinátót, és elkezdünk rá különböző kézrendeket gyakorolni. Első lesz ugye a váltott kezes. Ami semmi más, mint jobbal. Utána a duplákkal ugyanez. Há és. Jobb-jobbal. Lehet váltani. Váltott kéz. Papamama. Váltott kéz. Utána ezt el lehet osztani a dobokon.
paradiddle. Paradiddle, 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 paradiddle. Inverted paradiddle, ami ugye a fordított. Ennek az a lényege, az inverted, ki tudja mi az inverted paradiddle? Amikor a szimpla ütés helyett egy jobbal, jobb, jobbal, 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 a duplával kezdem, tehát a hangsúly az a felütésre megy. Tehát egyet, kettőt, hármat, négyet, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, egy, két. Tehát nem az ütésre vannak a hangsúlyok, hanem az offbeatre. Ütés, egy, két, há, négy, egyet, kettőt, mat, négyet. És így tovább. És akkor elérkeztünk oda, amit ma szeretnék megtanulni veletek. Ez egy nagyon kedves kis ritmus, így fog szólni. Egy, két, há, négy. Mi ez? Ki tudja, mi ez? Nem 6-8-at. 5. 5. Tehát, ami azt jelenti, nagyon fontos, hogy az ötös, nagyon sokszor látom, hogy az emberek megzavarodnak, hogy mit is, hogy ez quintola. Na most, mit jelent a quintola? A quintola az azt jelenti, hogy két negyed közé, tehát 1, 2, H, 4, 5 hangot játszom, pontosabban 5 egyenlő részre osztom a helyet, két negyed közti időtartamot. Magyarul 1, 2, H, 4, 5, 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 takedimidi, 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 1, 2, H, 4, 5, 1, 2, H, 4, 5, 1, 2, H, 4, 5, az lenne a quintola. Ezek nem quintolák voltak, amit most játszottam, azt is fogok mindjárt quintolákat, amit most játszottam, ezek 16-odok voltak, tehát a számolás az 1-esével, 2-esével, 3-asával, 4. Magyarul a csoportok 1, 2, H, 4, 2, 2, H, 4, H, 2, H, 4, 4, 2, H, 4, 1, 2, H, 4, 2, 2, H, 4, 16-odok, az egyik legegyszerűbb felosztás. Viszont 5-ös csoportokban hangsúlyoztam, az úgynevezett 5 stroke roll, tehát 5 hangos ütés, ami 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 H 4 5 1 2 3 4 5 2 H 4 1 Sokkal nehezebb ilyen lassan játszani. Két, H 4 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5. Na most a hangsúlyok azért nem esnek az ütésre, mert a 16-odok ugye 1-2-3-4, 2-2-3-4, H-2-3-4, 4-2-3-4, takedimi, tetetete, 1-2-3-4. Ez a felosztás, viszont ezeket a hangsúlyokat én nem 4-esével játszom, mert akkor lenne ütésre, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, hanem 5-ösével. Tehát elcsúszik egy 16-oddal a hangsúly. Magyarul, hogyha ez az ütem, akkor az én hangsúlyaim így lesznek. H és 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Na ezt fogjuk most megtanulni. Jó? Mindenki kész van erre? Nagyon könnyű. Na most a következő kép, van egy kedvenc gyakorlatom, ez sokkal könnyebb úgy játszani, hogyha az ember közé üti a 16-odokat, sokkal könnyebb. Mi most azt kihagyjuk, mert az túl egyszerű lenne, hanem csak a hangsúlyokat fogjuk ütni, jó? Tehát magyarul az lesz, hogy ki tudja, mi a neve ennek a ritmusnak? Nem szongol. Poliritmia, igen, ez egyfajta poliritmia, vagy úgynevezett cross rhythm, tehát ilyen kereszt ritmus. Ezt úgy hívják, hogy 4 over 5, tehát 4 az 5 fölött, vagy 5 a 4 fölött. Attól függ, hogy melyik lüktetést veszük alapul. Na most a következő képen fogjuk ezt számolni, és ez lesz a gyakorlat, hogy én a jobb kezemmel fogok 5-öt ütni, és a ballal pedig 4-et. És ezt majd megtanuljuk együtt, jó? Tehát ez így lesz, hogy 1, 2, H, 4, 5, 1, 2, H, 4, 5. Tehát most 5 negyedbe vagyunk. 1, 2, H, 4, 5, 1, 1, 2, H, 4, 1, 2, H,
négy, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, öt, egy. Most azt csináltam, hogy a bal, jobb kézzel ötöt ütök, ballal négyet, és a bal kezemet számolom. Egy, két, há, négy, egy, két, há, négy. Ezt kéne velem tapsolni, jó? Akkor a bal kezet. Szabad? Mindenki a bal kezet tapsolja, és számol négyig, oké? Há, és egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, egy, két, há, nem hallom a számolást. Egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, e, cika, pa, ta, cika, ta, ta, ka, di, mi, ta, ka, di, mi, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, öt, egy, két, há, mi történt? Csak elkezdtem a jobb kezemet számolni, de attól nektek a balt kell. Hát olyan könnyű. Tehát az pedig úgy lesz, hogy a bal továbbra is játssza a négyet, a jobb az ötöt. Egy, két, há, négy, öt. Egy, két, há, négy, öt. Egy. Amíg ezt nem tudjátok, nem megyünk haza, úgyhogy jobb, hogyha mindenki fölköti a gatyaszt. Há, és. Egy, két, há, négy, öt. 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 Egy. Jó. Első sor nagyon jó, maga nem dolgozik. Nem lesz fizetés. Oké, okay. Na, akkor kivállalkozik arra, hogy a jobb kezet számolja ötöt, mondjuk ez a fele a csapatnak, és a másik fele pedig négyet, aztán két ütem után megfordítjuk, jó? Oké, okay. Na akkor te számolod az ötöt hangosan, jó? Jobb kézzel együtt. Mi ketten kezdjük, jó? Ötöt beszámolok, jó? Ötöt. Egy, két. Tartsad. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Király. Egy, két, há. Egy, két, há, négy, öt. Egy, két, há, négy, öt. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. A, csa. Ba, egy, két, há, négy, öt. 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 Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Nagy tapsot a fiatal úrnak. Bravo. Hány éves vagy? 8 éves, akkor valamit játszok 8-ba. Nagyon jó volt, szuper, bárcsak én tudtam volna ezt 8 éves koromban, még mindig nem tudom. Mert. Na, bravo. Van-e valaki önként jelentkező, aki feljön ide és ezt eljátsza? Ővé a siker. Nem nehéz, nem nehéz, van egy somon tudják itt. Aki feljön ide és ezt elnyomja, úgyhogy közben számol és vált jobb kezéről a balra, azt meghívom egy sörre. A gyerekeket egy kólára. Ugye, ha valaki ezt 20 év alatt eljátsza, akkor ő csak egy jaffát kap. Valaki? Bátran. Mentes, minden lehet. Van vállalkozó? Bátran. Itt az a lényeg, hogy mindenki tanul valamit. Én például folyamatosan tanulok minden nap. Úgyhogy magyarul mindig mondom a tanítványaimnak is, hogyha feljössz a színpadra, megpróbálod, nem sikerül, akkor mi van? Majd legközelebb. Most megpróbáltuk, kijavítjuk, rájövünk, hogy hol rontjuk el. Ez a tanulási folyamat. A másik meg ugye a gyerekeknek, ami nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan ugye kontrollálni, fölvenni, visszahallgatni magunkat. Mert amikor játszunk, mindenki jól akar játszani, és abban a pillanatban a maximumot beleadja, és talán azt is hiszi, hogy az jó, amikor játsza, csak lehet, hogy ez kint nem úgy szól. Tehát nem pont úgy jön le, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az ember fölvegye magát és visszahallgassa, mert akkor egyedül tudja beleképzelni magát abba a helyzetbe, mintha ő hallgatná azt a koncertet. Igen. Gyere! Ez a beszéd! Oké. Na kérem szépen.
majdnem, majdnem. Oké, kezdjük előről. A jobb kéz az jó. Egy, két, három, lehet lassabban is bátran. Két, három, négy, öt. Számoljuk vele az ötöt. Öt. Egy, két, három, négy, 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 öt. Tartsd az ötöt. Nem baj, majdnem, majdnem. Tartsd az ötöt, Léci, jó? És akkor én beszámolom rá a négyet, jó? Há, és. Két, három, négy, öt. Egy, két. Ezt kéne mindenkinek hangosan. Egy, két, három, négy, öt. Egy, két, három, négy. Egy, két, három, négy. Egy, két, három, négy. Egy, két, három, négy. Na. Egy, két, három, négy, öt. 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 Van kézzel könnyebb? Oké. Okay. Egy, két, előfordulhat. Egy, két, három, négy, öt. Egy, két, három, négy, öt. Egy, két, három, négy. Egy, két, három, négy. Egy, két, három, négy. Egy, két, három, négy. Ta, cka, pa, ta. Ta, cka, pa, ta. Egy, két, három, négy. Egy. Változott a bal kéz sajnos, de egy, két, három, négy, öt. Egy, két, három, négy, öt. Egy, két, három, négy. Egy, cika, pa, ta. Hogyha lelassítom, tehát hogyha ki akarjuk számolni, akkor pa, cika, ta, pa, dum. Pa, cika, pa, ta, dum. Tehát a különböző 16-odokra esnek, ugyanis azt játszunk, hogy igen. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ta ka pa ta ta ka ta pa ta ka ta pa ta azaz azaz megvan ta ka pa ta 1 2 3 4 1 2 3 4 a lábcínen játsz az 5-öt 2 3 4 5 1 2 Jó volt, meg volt, két ütemig meg volt. Nagy tapsot. Nagy tapsot. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, majdnem, há, és. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Tá, cika. Tessé? Igen, ezt nem kell fordítani, jó? Nem publikus. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy, egy, két, há, egy, két, há, négy, egy. Szerintem, amíg ballában játszottad, ott jobban ment. Aha, ballal a tempót, há, négy, öt, egy, két, há, négy, öt, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, egy, cika, pa, ta, pa, 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 ta, cika, pa, ta, pa. Meg volt neki két ütemig. Ta. Próbáljuk lassan. Ta, cika, mpa, 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 mpa. Yes! Yes! Bravo! Király! Jövök neked egy sörre. Bravo! Neved? Peti. Hölgyeim és uraim, nagy tapsot Petinek! Köszi. Legfontosabb a vállalkozó szellem. Csak így lehet tanulni. Amikor vagy azt hiszük, hogy olyan már mindent tudok, engem már nem érdekel, akkor biztos, hogy nem fogunk fejlődni, ha meg az ellenkező van, hát én sose fogom megtanulni, akkor meg azért. Merni kell vállalkozni, és esetleg elbukni, fölállunk, megyünk tovább. Ez a másik, ami nagyon fontos, főleg a gyerekeknek, fiataloknak. Köszi szépen visszamehetszél, hogy maradsz, akkor én leülök. Nyomjad a következő nóta. Tehát nagyon-nagyon fontos, és tényleg, a zene is ugyanúgy, mint minden, egy emberi szakma, tehát egy csomó emberrel kell kijönni, emberileg kell helytállni. Iszonyatosan kemény szakma a zenélés, és nem akarom fölmagasztalni, pláne nem úgy semmivel szembe, mert a többi szakma is ugyanilyen nehéz. Ez iszonyatos nehéz, mert az ember csak akkor tudja csinálni, hogyha szívvel, lélekkel csinálja, hogyha tényleg hisz benne, hogyha szenvedélye van ahhoz, hogy zenéljen, hogy játszon. Anélkül ezt nem lehet, és hogy ugye mindenki a legjobbat akarja, és azt hiszi, hogy az jó, viszont ez nem föltétlenül jó. Tehát én is voltam
fiatalkoromban lecserélve, kirúgva a zenekarból, leváltva, nem hívtak vissza, nem engem választottak. Ez a szakma, ez tele van ilyen, és ez mai napig bármikor megtörténhet. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy az ember soha nem adja föl. Soha. Kirúgnak az ajtón, visszamész az ablakon. Köszönöm. De tényleg, tehát ez tényleg nem egyszerű, soha nem is volt egyszerű. Azon gondolkodom, mindenki azt mondja, hogy ó, mert a régi szép időkben milyen jó volt. Biztos, hogy jó volt, és néha én is azon gondolkodom, hogy bárcsak 30 évvel korábban születtem volna, akkor még voltak a nagy lemezeladások, meg világkörüli turnék, meg nem tudom én mi. Biztos, akkor sokkal több volt a felvétel, ami igaz, egy csomó minden igaz. Viszont azóta meg változott, azóta meg van YouTube, meg az internet, ha felteszünk egy videót, akkor Kínába, Koreába, Japánba, Amerikába, bárhol megnézhetik az én művészetemet, míg régen ez például sokkal nehezebb volt. Viszont kérdezem azt, hogy mondjuk világ legsikeresebb zenekar, mondjuk a Beatles, én megítélésem szerint, hogy most a Beatlesnek könnyű volt Liverpoolba, hát nem tudom, valaki volt-e már itt Liverpoolba, hát az tényleg nem a világ közepe, tehát jó, hogy Angliában van, de nekik ott egy kis próbateremben, nemrég láttam a Paul McCartney-ban volt egy zseniális műsor, nem tudom, látta-e valaki, a Facebookon terjengett egy ilyen videó, van egy ilyen pufi angol srác, iszonyú jó pofa, ő vezet valami tévésót, nem tudom a nevét, azt hiszem a BBC-n van, vagy az ITV-n, és a McCartney volt a vendég. És a ketten mentek egy autóba, ott volt egy ilyen kis GoPro kamera, és Liverpoolba érdemes rákeresni a Facebookon, van tényleg zseniális, majdnem, hogy ilyen könyvfakasztó, és akkor mondja McCartney, hogy mennek egy kis utcára, egy kis autóval, hogy fú, ide járt a nővérem templomba vasárnap, akkor mennek tovább, akkor ide jártam a John Lennonnal egy osztályba, nem itt tudom én, milyen általános iskolába, és akkor bemennek egy ilyen házba, ahol azt hiszem a Lennon vagy a McCartney lakott, és egy ilyen iszonyú, lepukkant, pici, már úgy, hogy azóta 500-on föl lett újítva, de el lehet kérdezni, hogy akkor milyen volt, és mosókonyhába ott egy gitárral, meg egy basszusgitárral pengettek. Most nekik onnan könnyű volt világsztárnak lenni. Tehát ez sose volt könnyű szerintem, de nekem legalábbis ez a megítélésem. Lehet, hogy voltak dolgok, amik könnyebbek voltak, mert akkor még volt pénz a music businessben, ami most már régen eltűnt, viszont azóta meg vannak másmilyen dolgok. Úgyhogy ez sose volt könnyű, soha nem is lesz könnyű, viszont hogyha valakinek szenvedélye van, hogy ezt csinálja, akkor ezt kell neki csinálni, és támogatni kell a fiatalokat is. Nekem például soha senki nem mondta, hogy doboljak, mert egész családomban nem volt egy darab zenész se. Csak én annyira szerettem volna ezt csinálni, hogy én úgy éreztem, hogy a zene választott engem. És nem én a zenét. Én nem tudtam más csinálni. Tehát egész nap nem tudtam lerakni a dobverőt. Az egész házat, családot, mindenkit sírva kergettem. És akkor mondta drága édesanyám, hogy na jól van kisfiam, hogyha ennyire meg vagy zavarodva, akkor elmegyünk a zeneiskolába. És akkor volt egy óriási szerencsém, hogy az itt jelenlévő Bedő Gábor tanár úrnak a növendéke lehettem. Bravo! Akinek a kisfia ijesztően jól dobol, úgyhogy ővele például nem barátkozom, mert az új generáció az nagyon jó. Úgyhát természetesen ilyen környezetből ugye óriási előnnyel indul az ember, és tehát, hogy végülis az egész életem arról szól, hogy hajtottam az álmaimat, és kitartottam mellettük, és aztán a következő dolog, amire rájöttem, hogy lehetnék, én sosem mondtam, hogy az vagyok, de mondjuk beszéljek akkor bárki másról, mondjuk lehetne XYZ a világ legjobbja az saját garázsában, hogyha a világon ezt senki nem tudja. Úgyhogy ugyanolyan fontos a kapcsolatépítés, a sajnos önmenedzsment, a reklámozás, addig, ez egész addig önmenedzsment, amíg az ember mögött nem áll egy menedzsment, aki mondjuk videókat készítene, websájtot készítene, promotálná, katalógusba berakná, utaztatná, kifizetné, hogy fellépjen itt, ott, ott, nem tudom, amíg ez nincs, addig az ember ezt magad uramhoz szolgál, nincs alapon, saját magának kell, hogy kijárja. És ez egy ember próbáló feladat, az biztos, hogy ez legalább olyan nehéz, mint megtanulni dobolni, ami végülis könnyű, hogy csak 30 évbe tellett. Úgyhogy ez egy ugyanolyan munka, tehát mint az ember így két vágányon egyszerre próbálna dolgozni. Nem is szaporítom tovább a szót, eddig mindenki egyetért, van valakinek valami kérdése? Alright, alright! Akkor most egy következő új szerzemény. Jól érzitek magatokat? Menjünk haza? Nem? Nem? Jó van. Akkor még dobolok. Van egy nagyon jó nóta, imádom ezt a nótát, ez teljesen más. És ezzel is azt szeretném mondani, hogy zenei sokszínűségre kell törekedni, ami azt jelenti, hogy ugye az ember nem csak egyfajta stílus tud.
Mert ha azt az egyfajta stílust tudja, annak többféle hátránya van. Egyik, hogy csak azt fogja játszani, tehát mindig saját magát ismételgeti. Ebbe az ember saját maga is beleun, és azok, akik hallgatják, nem kevésbé. Másik, hogyha az ember tényleg csak egyféle stílust tud játszani, akkor csak abban az egy stílusban fog kapni meghívásokat. Tehát sokkal százszorosan lelimitálja a fellépési és a siker lehetőségét saját maga számára, mivel egyszerűen nem tud másmilyen feladatokat ellátni. Tehát, hogy tényleg zenész sokszínűségre kell törekedni, ezért is raktam össze a műsort úgy, ahogy összeraktam. Az első latin szerzemény után most következzen egy ilyen funkisabb, grúvosabb dal. Ezt én nagyon szeretem, ezt Los Angelesbe vettem föl idén januárban. Megtalálható a YouTube-on, meg a Vicfirth-nek a Facebook csatornáján, de a YouTube-on a legegyszerűbb, hogyha az ember beírja, hogy Dörnyei Gábor Moving. A dal címe Moving, költözés, ez arról szól, és ez egy nagyon jó kis funky nóta, remélem, hogy mindenki élvezni fogja. Mehet? Mehet? Oké. Thank you.
Köszönöm szépen. Na, ezzel kapcsolatban nincs kérdés. Ha megint, legközel valami jobb nótákkal kell jönnöm. Jaj, most már tényleg bemelegettem. Oké, úgyhogy mit tudunk erről a számról? Hogyha nem hallgatok, akkor beszélnék róla egy kicsit, mert szerintem nagyon érdekes, és rengeteg mindent lehet róla zeneileg és dobolásilag is ugye megvitatni. Első számú dolog, miért játszom azt, amit játszom? Honnan jött az ötlet? Miért pont ez a groove? Én mindig próbálom a zenei kíséreteimet és a groove-jaimat, dobolási ötleteimet megközelíteni a zenei oldalról. És ez egy basszusgitáros barátomnak a szerzeménye, annak idején a Jazz Pression zenekarban játszottuk mi, még amikor itthon laktam, egy jó menő jazz zenekar volt, mindenhol játszottunk, országszerte, meg határokon kívül is. És a Frey Gyuri barátom írta ezt a számot, és megmutatta nekem ezt a groove-ot. Fejemben már is megvolt a groove, ugyanis a basszust követem a lábdombbal. Ezeket a ilyen push-nak hívek, tehát az eltolt ritmusok, és nagyon-nagyon fontos, hogy milyen lüktetésű ez a groove, ez a kérdésem. Ez egyenes vagy swinges? Swinges. Pontosan. Na most ki tudja, hogy mi a különbség? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog dobosoknak, meg zenészeknek, bármilyen hangszeresnek, egyáltalán csak zenerajongóknak. Hogyha egyenes, tehát 16-os lüktetésű lenne ez a dal, akkor ez lenne a felosztás. Egyesével, kettesével. Na most ezek a pontozott 16-odok, vagy swinges lüktetés, ahelyett, hogy ez az egyenes. Miért hívják ezt swinges lüktetésnek? Azért hívják swinges lüktetésnek, mert a swing és a shuffle, a swing az alapvetően a shuffle blues zenéből jött, keletkezett. De lelassítom, így könnyebb megérteni. A swing és a shuffle egyenként, kettőként, hármanként, négyenként, egyenként, triola, ta-ta-dín, semmi más nem történik, csak a swing ritmus kitöltöm a bal kézzel triolákra. Vagy a jobbal. Kinek mihez van kedve? Vagy mindkettő? Ugyanaz. Az én megközelítésem a doboláshoz, hogy miért kéne nekem föltétlenül egy kézzel tudni csak mindent. Ugye mindenki születetten vagy jobbkezes, vagy balkezes, kivéve azokat az iszonyatos mázlistákat, akik kétkezesek, az ambidextrous, nem tudom, van arra magyar szó, csak kétkezes, nem? Két balkezes. Na, az például én vagyok. Tehát vannak, akik kétkezesnek születik, azok nagyon mázlisták, nagyon haragszom rájuk. Viszont mi, akik vagy jobbkezesek, vagy balkezesek vagyunk, elkövetjük azt az óriási hibát, ha csak meghallgatjuk ezt a groove-ot. Az egyik legegyszerűbb ritmus. Ütök benne 16 darab hangot, 1-2-3-4, 2-2-3-4, H2-3-4, 4-2-3-4 a jobb kezemmel, míg a ballal két hetente egyet. Akkor hogyan lehet elvárni, hogy az én bal kezem ugyanolyan jó legyen, meg gyors, mint a jobb? Hogyha egész életemben csak azt gyakorlom, hogy a jobb kezem gyorsuljon, a bal az meg úgyis béna. Ez a legjobb módja annak, hogy növeljük a különbséget a két kezünk között, mert soha meg se próbáljuk fejleszteni a balt. Hogy lehenne akkor ugyanolyan jó? Ugyanúgy, mint a lábgépnél, hogy elvárjuk, hogy így menjen a lábgép, közben a jobb lábbal dobolunk 30 éve, és közben múlt héten vettük a duplázót, hogy a bal lábbal is egy kicsit tudjunk. Tehát az nem fog menni. Úgyhogy szerintem az egész természetesen csak gyakorlás kérdése, hogy fejleszteni kell a gyöngébb oldalt, ennyiről van szó. Úgyhogy én ezt több mint 20 évvel ezelőtt elkezdtem a kedvencem Billy Cobham példájára, aki nagyon-nagyon inspirált engem azzal, hogy elnézést,
jobbkezes létére bal kézzel vezet, bal kézzel dobol, a cintányéron, a lábcinen, és akkor jobbkezes ugyanúgy a dob. Persze a tamok is más sorrendben vannak, az is az ő hatására raktam föl így a tamokat. És ő volt az, aki 6 évesen elment a dobtanárhoz, és elkezdett így dobolni. És akkor kérdezte a dobtanár, hogy mit csinálsz? Hát dobolok. De az nem így kell, hanem így. És akkor kérdezte, hogy de miért? És azt mondja, hogy hát csak. Tehát igazság szerint soha nem volt erre válasz, hogy miért kéne nekünk egyedüli hangszeresként keresztbe rakni a kezeinket, folyamatosan fejleszteni a balt, jobb kezet, lezárni a bal kezet attól, hogy egyáltalán mozdulni tudjon, és 2/16 annyi hangot üt, mint a jobb kéz. Tehát természetes, hogy egy ilyen rabszolga sorsban van a mi bal kezünk, ahelyett, hogy szépen felülnénk egyenesen, és a bal kezünkkel játszanánk a bonyolultabb dolgokat, gyönyörűen meg lehet tanulni. Double paradiddle, single paradiddle. A crash-eket hogy ütjük meg, utána következő, hogy hogyan játszunk a ride-on. Mert igazság szerint, amit látok, hogy az érzet nagyon más. Tehát az ember másképp játszik a cintányérokon, mint ahogy a dobon. Tehát például a pergőt, ugye megütjük mondjuk egy jó backbeat, tehát 2-4-re egy ilyen német verőfogással, csukló lefelé, páf, egy jó ívvel. Míg a cintányért inkább, sokkal inkább az úgynevezett French grip, tehát a francia verőfogás, amikor fölötte van a hüvelyk, egy sokkal kifinomultabb mozgás, jobban tudjuk használni az ujjainkat. Tehát, hogy kicsit más a funkció. És hogyha soha nem tanítjuk meg a balkézek, akkor soha nem lesz olyan ügyes, nem lesz olyan gyors, nem lesz olyan kifinomult. Ezt én nagyon hosszú idővel ezelőtt felismertem, én nem akarok ebbe senkit beledumálni, mert mindenki úgy dobol, hogy akar, meg természetesen így is lehet nagyon jól dobolni, csak én, ha egy dolgot tudnék választani, illetve változtatni, hogy mit csináltam volna másképp, az biztos az, hogy csak open-handed, tehát nyitott kezes pozícióba doboltam volna, ugyanis ez az egész egy tévedésből keletkezik a dobosoknál, onnan, hogy az 1920-as években, amikor a lábcint hozzáadták a dobcuchoz, mert ugye először volt a pergő dob az emberek nyakában, fönt a lónak a hátán ültek, és olyan magas volt a pergőnek a pereme, hogy nem tudták így tartani, mert 8 perc után hívni kellett a mentőt, hogy kicseréljék a válcsontot. És akkor azt csinálták, hogy átcserélték a verőfogást ebbe, és akkor ja, hát így tudok dobolni, ez így sokkal kényelmesebb. Aztán leültek, mert rájöttek, hogy ez nagyon jó így állva dobolni, de mennyivel jobb, ha leülök. És leültek, és akkor hozzáadták a lábdobot egy pedállal. Akkor már volt lábdob. Tudtak gyönyörűen indulókat, meg akkor már majdnem, hogy swinget dobolni. És aztán a 1920-as években, amikor hozzáadták a lábcint a dobcuchoz, akkor ugye még mindig ez volt az elfogadott verőfogás, és ugye már csak a bal lábbal tudták azt játszani, és ahelyett, hogy ezt csinálták volna, hogy akkor megváltoztatom a verőfogást, és bal kézzel ütöm, mivel bal oldalom van, ehhez azt csinálták, hogy megtartották a verőfogást, és fölé rakták a jobb kezet, mert az sokkal egyszerűbb megoldás volt. Úgyhogy az egész egy ilyen tévedésből alakult ki, hogyha az lenne a természetes, hogy ami bal oldalon van, az bal kézzel ütjük. Például mennyire természetes, hogy ezt a második állótalmat, ami totál a jobb kezemnél van, jobb kézzel fogom megütni, nem ballal, mert hogy keresztbe kell hozzárakni a kezemet. A lábcin az pontosan ugyanez. Az bal kéznél van, az elvileg bal kézzel kellene ütni. Úgyhogy nekem ez volt a koncepcióm, és elkezdtem ezáltal fejleszteni. Úgyhogy visszatérve ehhez a groove-hoz, ugye a swing, lüktetés, a shuffle, tehát a blues zenéből alakult ki a swing, és később, amikor a hangszerek is fejlődtek, és a hangszeres tudás is fejlődött, virtuózabbak lettek a zenészek, gyorsabban akartak játszani, több mindent el tudtak játszani, a hangszerek is fejlődtek, dobverők is fejlődtek, szintén minden fejlődött, és egyszerűen szükség volt arra, hogy új technikákat megtanuljanak, hogy gyorsabb, nagyobb tempókat is virtuózabban tudjanak játszani. És ezáltal ugye a shuffle ritmus, ami nekem a kedvenc ritmusom, és hogyha úgy alakul, akkor lehet, hogy ma még egy shuffle-t is fogtok hallani. Ugye abban az ember, a triola első és az utolsó hangját játszott. 1-2-H, 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 triola, triola, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ez nem más, mint a 1-2-H, 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 1-2-ta-dam, ta-ta-ta-ta-ta-ta. A shuffle. A triola első és harmadik hangját tette folyamatosan. Na most, amikor ezt elkezdték gyorsítani, akkor egyre nehezebb ugye ezt hosszú ideig tartani, ezért azt csinálták, hogy az egyik dupla ütést kihagyták, és ebből a tatatatatata, ebből lett az, hogy a swing.
amit sokkal könnyebb felgyorsítani azáltal, hogy egyel kevesebb hang van benne. Ez ugyanez, csak gyorsan. Tettedem, 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 tettedem. Oké, tettedem, 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 tettedem. Aki ezt játszotta? Jane Krupa, bravo! Oké, tehát ez volt az első világhírű swing szám. Tessé? Nem ismerek olyat. Tehát Jane Krupának volt egy óriási világkörüli slágere, a címe Sing Sing Sing. Egy nagyon-nagyon híres melódia, és ezt a swinges lüktetést játszotta ő az állótamokon, mint egy dobszóló, ami egy óriási dolog volt. Mikor volt az? 50-es, 60-as évek? Szerintem, vagy 50-es évek, igen. De most erről azt kell tudni, hogy az egész annak ellenére, hogy nem a swinget játssza a cintányéron, mégis ezt swinges lüktetésnek hívjuk, mert ugyanúgy a triolákra építkezik. Tehát benne vannak a triolák annak ellenére, hogy nem játszom őket. Hogyha kijátszanám, akkor... Triola, 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 triola. Tehát ezért hívjuk ezt swinges lüktetésnek. Na most jól elkanyarodtam az eredeti grooftól. Tehát amikor Fred Gyuri megmutatta ezt, dum, dum, kum, kum, dum, dum, ebben is benne van a swing. Tam, pam, pam, pa, dum, dum, pam, tam, ta, dum, 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 tam, dum, ta, dum. Ennek ellenére nem játszunk tisztán swinget, kivéve a szaxofon szóló alatt, amikor elkezdtem a swinget. De attól még a hangsúlyok a lábdobon ugyanott vannak. Úgyhogy ezzel csak azt akartam alátámasztani, hogy mindig a zenei oldalról közelítem meg a groove-jaimat és a választást, hogy miért azt játszom és hogyan. És akkor rájöttem, hogy ez nagyon izgalmas, hogy például a swinget is lehet játszani szintányon. Ez az alap lüktetés, tehát a basszust követtem a lábdobbal. Bum bam bam pa di di dum bum bam da pa dum bum bum bam da pa di di dum bum. Arra gondoltam, hogy még egy csomó hely van ott közötte. Milyen jó kis kávákkal ki lehetne azt egészíteni. Gondoltam, hogy a kávának végig is félig, mert itt csak egy hangszíne van, persze lehet rajta többet elérni, és ekkor váltottam a fadobokra. Akkor gondoltam, hogy hát nem kell végig az a lábcín, miért is ne lehetne a jobb kezet egy kicsit meghangszínezni. És akkor elkezdtem ugye beütni az egyeket a kolompon. Hopp, ebből kijött valami. Hova lett? Ja, itt van. Ez a kis tompítás kijött. Így jobban szól. És van ez a úgymond signature megoldásom, hogy a négy hangszeren megosztom a jobb kéznek a funkcióját, ahelyett, hogy csak a lábcín szólna, vagy a ride, és a felütésekre behoztam ezt a kis tamburin csörgő hangszínt, ami ad az egésznek egy ilyen funkis hangzást, mert olyan, mintha az emberrel lenne egy percussiones.
Ezek mindig izgatnak, ezek a groove-ok, amikor úgy szól a dobolás, mint hogyha egyszerre lenne egy dobos, meg egy percussionös, de mégis egy ember játsza. Ezt meg lehet valósítani, egy pici gyakorlást azért igényel, meg könnyű elrontani, de meg belegabajodni nagyon könnyű. De tehát végül is úgy néz ki, hogy a jobb kézzel, akkor az egyekre beütöm a kolompot, egyetre a csörgőt, kettőre a pergőt, kettőtre a csörgőt megint. Négyre pedig az állótam. Egyet, kettőt, hárma, négyet. Tehát a jobb kéz az gyakorlatilag négy hangszeren játszik egyszerre. Kolomb, csörgő, pergő, csörgő. Egy, két, egyet, kettőt, hármat, négy. Négyre pedig van egy bum, egy állótam. Így állt össze ez a kis groove. Köszi. Nem olyan bonyolult. Végis a jó hír, ezt mindig szoktam mondani, elnézést, hogyha ismétlem magam. Tehát a jó hír az egészben az, hogy kétféle variáció van, amikor az ember függetlenítéseket játszik. A hangok vagy egybeesnek, vagy nem. De tényleg. Én erre jöttem rá 30 év alatt. Tehát más lehetőség nincs, nem? Tehát például, ezt most elmagyarázom. Tehát ez a groove. Ezek a hangok például nem esnek egybe. A négy viszont igen. Tehát végül is más lehetőség nem nagyon van, kivéve akkor, hogyha az ember mondjuk előkét, tehát flamet akar ütni, amivel majdnem egybeesik, de nem egészen. Tehát az egyik kéz hamarabb megy. Vagy a jobb, vagy a bal. De ezen kívül vagy egybeesnek, vagy nem. Csak meg kell találni ugye nyilván a lukakat. Na most ez nagyon, nagyon nagy segítség, ugye, hogyha az embernek olyan szerencsé van, mint nekem, hogy korán elkezd zeneiskolába járni. Megtaláltam az első bizonyítványomat. 1990-ben kezdtem a zeneiskolát Krisztus előtt. Akkor voltam elsős. És én onnantól kezdve végül is elkezdtem Kottát olvasni, ami nagyon-nagyon sokban segített a későbbi előrehaladásomban, meg a munkámban, például amikor a Japánban voltam egy hajón, egy showbandbe dobolni, 4 hónapig minden nap más műsort kellett játszani, mert az volt, hogy 6 órakor kirakták a Kottát, és 7 órakor jött a művész, hogy ez az én műsorom, akkor ezt lehet kezdeni. Tehát, hogy 1 órás műsorra volt egy 1 órás próba, magyarul le kellett olvasni elsőre, ami ki volt írva, de nagyon kemény. Utána 2004-ben, amikor onnan hazajöttem, akkor bekerültem a Magyar Rádió Mini Big Bandjébe, a Stúdió 11-ben dolgoztam 4 évig. Ott is az volt, hogy 9 órára mentünk reggel, és 10 órakor felvétel volt. Tehát gyakorlatilag egy 1 órás műsorra 1 órás próba volt. Ott hangzott el a legendás történet Söptei Géza bácsi szájából, aki 82 éves klarinétos volt, és egyik próbán megjelentem reggel 9-kor, és az ő megállapítása szerint egy kicsit sápat voltam. Csak azt mondja, hogy kapikám, nem jól nézek ki. Tudod, mi a te bajod? Mondom, nem tudom, Géza bácsi. A túlzott alkoholfogyasztás hiánya. Ezt mondta nekem, akkor 44 éve volt a zenekarban, és azóta ez egy szállóigévé vált. Túlzott alkoholfogyasztás hiánya. Igen. Úgyhogy ez volt ennyit Géza bácsiról, meg a Stúdió 11, hogy az olvasás nagyon fontos, és a függetlenítésben nekem nagyon sokat segített. Például, amikor a legbonyolultabb dolgokat kellett megtanulnom, nagyon sokszor volt, hogy le kellett írni, mert voltam, én mindenféle gyakorlatokat kitaláltam, de vezettem az autóval, és akkor ugye a rádióban mindig minden 4/4 van. És akkor arra 4/4 elkezdtem énekelgetni magamban ilyen 5/8-adokat, 7/8-adokat, kvintolákat, mindenféle polirétményeket, vagy ilyen keresztritmusokat, mert végülis az a legfontosabb, hogy az ember hallja. Tehát azt a George Meyer mondta, hogy if you wanna play fast, you need to hear fast. Ez lefordítva azt jelenti, hogy ha gyorsan akarsz dobolni, akkor gyorsan is kell hallanod. Most ez ugyanúgy igaz most egy gyorsan hallani, ez persze hülyeség, így kimondva az, hogy tehát hallani, hogy hogyan fog szólni abban a bizonyos tempóban az az elosztás. És ehhez ugye természetesen a kottaolvasással együttvéve érteni azt, hogyha mondjuk én azt játszom, hogy
amit én ebbe gondolkodom. És ugye 16-odok egyesével, kettesével, és kitöltöm a jobb kézzel, a közte lévő. Mert ugye senki nem tud ebben. Nem tudsz olyan gyorsan számolni. Biztos van, aki tud, én nem. Az indiaiak tudnak. Tehát mindig tudom, nagyon gyorsan. Na, én nem vagyok indiai. Úgyhogy, tehát mindig fele tempóba gondolkodom, hogyha valami nagyon gyorsat játszom. Például az segít, és ezt ugye látva a kottába leírva, vagy például a Peter Erskine, hogy magyarázza a gyors szöveget, nagyon gyors. Ugye ott a negyedek az 1-2-H4, 1-2-H4. Mondjuk ebbe a tempóba. 1-2-H4. Nem igazán tud ebbe az ember lélegezni ebbe a tempóban, csak egy ilyen folyamatos hajtás van, hogy jaj, le ne lassuljak. És akkor nagyon kell igyekezni. Ahelyett, hogy abban gondolod, 1-2-H4. Attól még, amit játszik, az ugyanúgy szól, sőt, sokkal jobban, mivel hogy nincs az ember görcsbe, hogy jaj, lelassulunk, vagy felgyorsulunk, vagy nem tudom mi, hanem sokkal könnyebben tudja, hogy játszani. Tehát nagyon fontos érteni ezeket az összefüggéseket, és ehhez borzasztó fontos, hogy hallja az ember ezeket a poliritmikákat, amiket játszik. Most ez igaz természetesen arra is, hogyha az ember bonyolult ritmusokat játszik, vagy akkor is, hogyha bonyolult elosztásokat. Most szeretnék egy kis dobszolót játszani, a régi és új ötleteimet vegyítve. Sajnos az a szomorú apropója, nem apropója, csak egy nagyon szomorú eset történt, hogy említette tanáruram, és kedves családja elveszítette kislányokat, Bedő Klárikát, akit mindannyian nagyon-nagyon szerettünk, sajnos egy hosszantartó betegséggel küzdött, úgyhogy ezt a dobszolót most Klárikának szeretném dedikálni.
Köszönöm szépen. Azt néztem, hogy ez lehet, hogy 3-4-9 van. Azt hittem, hogy 4-8. Jó társaságban repül az idő. Ugye? Igen, nem leszittak, hogy sokaknak el kell menni, és hogy ne legyek hosszú. Úgyhogy még most lenne lehetőség gyorsan egy-két kérdésre, hogyha valakinek van az elhangzottakkal, vagy akár jövőben nézve, pályával, szaktanácsadással, bármivel kapcsolatos kérdése, örömmel megválaszolom. És a végén is, ahogy Plessi barátom is mondta, hoztam CD-ket, DVD-ket, gyertek egy ölelésre, fotózásra, készfogásra, nézzétek meg az új Wickford dobverőket, Signature dobverőket, amire nagyon büszke vagyok, mert egy életem egyik nagy álma valósult meg azáltal, hogy a világ vezető dobverő gyártó cége ezt a lehetőséget felajánlotta nekem, illetve hogy alkalmasnak ítélt meg arra, hogy egy ilyen dobverőm lehessen, úgyhogy sok szeretettel megmutatnám. Aki később érdekel, az a Volen Zsolt barátomnál, a Szeged Drumsnál szintén mindig megtalálhatja. Tehát Szeged Drumsban mindig van Dörnyei Gábor dobverő, és még gyorsan, mielőtt megnyitnám tényleg a kérdez felelekre a lehetőséget. Ezt csak szeretném megköszönni szponzoraimnak, akik támogatnak a pályámon, a világ minden részén. Hála Istennek, bármerre utazom. Ezek a Pearl dobok, az Ilgen cintányérok, Remo dobbőrök, a Wickford dobverők, amiket már említettem. Ezen kívül a Tycoon Percussion, ez egy fantasztikus tájföldi cég, akik szintén egy Signature termék családdal álltak elő, amit 2016-ban lett bemutatva Los Angelesben a NAMM Show-n. Ez a Gábor Dörnyei Drum Pack, ami ezeket a percussion hangszereket tartalmazza, amiket én már lassan 15-20 éve használok a dobfelszerelésem adalékaként, hogy a hangzás színesítése véget. Ezt a Fontrade fogalmazza Magyarországon, de mindenhol kapható, az Amazonon, meg bárhol onnan megrendelhető. Úgyhogy ők vannak. Aztán a fantasztikus angol cég, a Hardcase. Ezen kívül szerintem mindenkit megemlítettem, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. És mielőtt eljátszanám a hivatalos program szerinti utolsó nótát, azelőtt megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, illetve mindenki tud mindent. Bátran. Igen. Csókolom. Hogy foglalkoztál, mert örült neki, hogy itt a swinget fölhoztad, mert nyilván ez a kevésbé népszerű műfaj a mai fiatal dobosok között, hogy ez nagy hiba. Igen, hogy a paradiddle-ket szoktad-e te például, vagy tanítod-e úgy, hogy sáfléson dobolni? Miért ne? Hát, és akkor mutassál ebből egy kicsit nekünk, légy. Igen, hát persze, hát most ugye a paradiddle-t a nem dobosoknak, ugye, én is szeretném mindenkinek közérthetővé, illetve élvezhetővé tenni ezt az előadást. A paradiddle az egy olyan kézrend, általában az amerikaiak az összes kézrendet a hangzása alapján nevezik el. Tehát például a paradiddle az ugye paradiddle, paradiddle, jobbal, jobb, jobbal, jobbalba. A diddle szó angolul azt jelenti, hogy double, diddle, paradiddle, tehát jobbal, jobb, jobbal, jobbalba. Na most, aki nem dobos, mert dobosok közé ezt mindenki tudja. Hányan vannak itt nem dobosok? Na hát király, akkor most megtanuljuk a paradiddle-t, jó? Tehát ezt mindenki fogja tudni, esküszöm, ez tényleg annyira egyszerű. Tehát ezt kéne játszani, hogy jobb, bal, jobb, jobb, bal, jobb, bal, bal. Tehát van két szimpla, egy dupla, jobb, bal, ugye szimpla, szimpla, dupla, szimpla, szimpla, dupla. Jobb, bal, jobb, jobb, bal, jobb, bal. Az összes nem dobos ezt nyomja velem, jó? Hármat, négyet. Jobb, bal, jobb, jobb. Bal, jobb, bal, bal. Tökéletes. Bal, jobb, jobb. Nagyon egyszerű. Jobb, bal, jobb, jobb, bal, jobb. Ennyi.
Na, ez a paradiddle kézrend. Bal, jobb, bal, bal. Mindenkinek megvan. Tehát gyakorlatilag szimpla, dupla, szimpla, dupla. Jobb, bal, jobb, jobb, bal, jobb, bal, bal. Most a paradiddle-el csodákat lehet csinálni. Például, hogy attól függően, hogy milyen felosztásban játsza az ember. Ezek, hogyha a 16-odok, egyes évvel, kettes évvel. Akkor a 16-od triolákban ugyanez így néz neki. Jobbal, jobb, jobb, mi történt? Változott a felosztás. A kézrend ugyanaz marad, hármat, négyet. Dupla tempó, ez a dupla tempó. Két, hán, négy. 16-od triola. 16-od, 16-od. Dupla, dupla. Quintola. Bármilyen felosztásban lehet ezt játszani. Na most ugyanúgy, amit a Pali kérdez, az egy érzet. Ugye, hogy a swinges érzetben, tehát a... ezt hívjuk swinges érzetnek, lehet-e a paradiddle játszani? Én nem tudom, miért ne lehetne. Tök jó szól. Hármat. Emlékeztet a Gene Krupa féle hangzása, ugye? Most például, tehát nem dobosoknak azt kell tudni, hogy például a pergőről ugye levettem a sodronyt. A sodrony ez, ami ezt a zörgős hangot adja neki, hogyha megütöm kávásan, akkor ugye ezt az erős, ugye ez a backbeat hangzás, vagy ugye, hogyha csak káva nélkül, akkor ez a zörgősebb hangszín. És pergő húr nélkül pedig ugye nagyon zenei, zengő hangja van. Például ezt használtam, amikor a timpani verős szólót játszottam, hogy ne legyen ez a folyamatos zörgés, ugye, amit a tamok okoznak, hogyha fönt van a húr, akkor van egy ilyen zörgés, ami nem kell. Tehát a Pali kérdése, hogy ezt lehet-e játszani, természetesen lehet, mert gyakorlatilag teljesen szabad kezet kapunk. Ahogy az ember megtanulja a különböző rudimenceket, tehát alapütéseket hívnak rudimencnek, akkor kezd el igazán muzsikálni. Én úgy hívom ezt, hogy a dobosok ABC-je. Most azért nagyon fontos, mert ugye tanulunk egy új nyelvet, de ezt nagyon szeretnék megtanulni olaszul. Ez egyébként igaz. Mielőtt tudnám az ABC-t, nincsen esélyem se arra, hogy én azokat a szavakat szépen kiejtsem, mert ők egyszerűen másképp ejtenek bizonyos betűket. Ugyanúgy, mint ahogy mi magyarok másképp ejtünk bizonyos betűket, mint az angolok, ezért van erős magyar akcentusok, amikor angolul beszélünk. Mert egyszerűen más az ABC, másképp tanuljuk meg képezni azokat a hangokat. Most, hogyha az ember megtanulja az ABC-t, akkor utána képes kimondani a szavakat érthetően. Tehát az emberek egyszerűen megértik, amit szeretne mondani, és onnantól kezdve, hogy tudja a szavakat, azokat összekovácsolja mondatokká, és onnantól kezdve, hogy tud mondatokat mondani, el tud kezdeni egy beszélgetést. Onnantól kezdve, ahogy beszélgetést kezdeményez és folytat valakivel, onnantól kezdve ő kommunikál. A zene az semmi más, mint kommunikáció. Én kommunikálom az én zenei ötletemet most felétek. Hogyha itt lenne egy zenekar, akkor én a basszusgitárossal kommunikálnék, mert onnantól kezdve, hogy az ember színpadon van, most én egyedül játszom, de nektek. Én nem magammal vagyok elfoglalva, hogy én nekem ezt hogy kéne játszani, hanem hogy mit szeretnék, hogy ti halljatok. Tehát ez a kommunikáció, és ez természetesen egy oda-vissza kommunikáció, én arra is figyelek, hogy hogyan reagálnak az emberek arra, amit én mondok. Ugye, mert mindenki ismer erőszakos embereket, akik csak így mondják az ember fejébe, amit ők gondolnak, és azt sem figyelik, hogy mit mond a másik. Na most úgy zenélni nem lehet. Illetve büntetés az emberek, azoknak, akik hallgatják. Úgyhogy... Tehát kommunikáció az egész. És onnantól kezdve, hogy tudjuk ezeket a különböző ütéstechnikákat és ütéskombinációkat, onnantól kezdve el tudunk kezdeni zenélni. És teljes szabadságunk van arra nézve, hogy mi mit szeretnénk dobolni. Egészen addig, amíg a zenei szórakoztató is jól szól, miért ne lehetne paradilleket triolásan játszani? Na most az egyetlen dolog, amit hozzátennék, hogyha én mondjuk paradilleket akarok triolásan játszani, illetve swingesen játszani, akkor valószínűleg triolás filleket fogok közé tenni, ugye, hogy az alapérzet és swinges legyen, és az is maradjon.
volt ez? A triolák utolsó hangja. Magyarok, két hangsúlytalannal kezdek. Egy, két, hát, hogyha ez a lüktetés, akkor hangsúlyozom a... Ugye? Ez swingbe ugye nagyon-nagyon fontos. Ka, 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 ka. Ezt érzem, amikor játszom a swinget, illetve a filleket. Ez is a Peter Erskine iskolából való. Most a Peter Erskine iskolát én még Szegeden kezdtem el tanulni, és drága édesanyám, annyira drága volt és támogató, hogy egy tévénk volt, és az az ő szobájában volt, és átment a nővéremhez aludni a nővérem szobájában, mert tudta, hogy én amikor megjövök este 10-11 óra felé a gyakorlásból, akkor én még leülök majd videókat nézni, dob videókat, hogy tanuljak Peter Erskine, meg Steve Gaddet, és hogy a következő nap én azt gyakoroltam. Tehát nekem úgy nézett ki az életem, hogy reggel korán keltem, 7-8 felé már ott voltam, így 7-kor, amíg fölkeltem, 8-tól biztos, hogy gyakoroltam, ameddig tudtam, amíg meg nem éheztem, akkor hazahúzott a belem, természetesen ebédre hazamentem, és akkor jól bekajáltam, aztán visszamentem gyakorolni 1-2 óra felé. Akkor gyakoroltam olyan uzsonnáig, 4-5 óráig, akkor hazamentem vacsorázni, és akkor 6-7 felé visszamentem gyakorolni egy kicsit, 10-ig. És akkor amíg ki nem esett a kezembe a dobberi a fáradtságtól, addig gyakoroltam, aztán hazamentem, és akkor elkezdtem ezeket a dob videókat nézni, amit aztán másnap elkezdtem gyakorolni. Úgyhogy én így éltem évekig, sokáig. Igen, menjünk, fejezni, be kell fejezni. Nekem egy technikai kérdésem lenne, hogy lehet kigyakorolnod egy-két, egy láb pergőt, mondjuk a állótam és a nagy dob. Tehát egy-két, felváltva, egy kéz, egy láb. Tehát nagy láb, meg egy kéz és egy láb. Aha, igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vagyok ennek nagyon nagy mestere, de az biztos, hogy, attól, hogy a tempó kérdése, ugye, és hogy mint mindent, ezt is lassan kell elkezdeni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy muszáj, hogy türelmesek legyünk. Ez könnyű mondani, nagyon nehéz megcsinálni. Én is a világ legtürelmetlen embere vagyok, és mindent tegnapra akarok. Úgyhogy ezért is gyakoroltam olyan sokat, mert soha nem voltam megelégedve azzal, ahol tartok. Tehát gyakorlatilag, amit a Péter kérdez, az egy ilyen fajta technika, ami gyakorlatilag a kéz 8-ad ütések között vannak a 16-od felütések, ugye a jobb lábon, vagy éppen a bal lábon. Most ez a következőképpen lehet gyakorolni, lassan elkezdi az ember, és metronómra természetesen beállítasz egy metronómot, és ez már elég gyors, tehát nem muszáj ilyen gyorsan, magyarul. Az a lényeg, hogy folyamatosan gyorsítsuk föl, és csak addig toljuk a tempót, amíg kényelmesen és hosszú ideig tudjuk játszani. Mert ezzel is pontosan az a fontos, mint ezzel a technikával kapcsolatban is az a fontos, mint amit a múltkor itt együtt tanultunk a keresztütés, hogy minden hangnak pontosan időbe kell lenni. Mert abban a pillanatban, hogy egy hang kicsúszik az időből, akkor rögtön egybe megy a kéz és a láb, tehát nem az szól, amit mi szeretnénk hallani. Nem tudom, ki emlékszik erre a keresztütésre, az is pontosan ugyanez volt, csak egy kicsit bonyolultabb, hogy nem, jobb kéz, nem csak egy kéz, egy láb volt, hanem egy kéz, jobb kéz, bal láb, bal kéz, jobb láb. Tehát keresztbe mentek a végtagok. Jobb kéz, bal láb, bal kéz, jobb láb, jobb kéz, bal láb, bal kéz, jobb láb. Ez egy kicsit nehezebb, mert mind a négy végtagra van. Picit nehezebb, mert ugye egy kéz, jobb kéz, bal láb, ez semmi. Ilyen 6-8-adba, vagy éppen quintolába. 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5. Szerintem a jó az ilyen technikai dolgokban az, hogy ez semmi más nem igényel, csak időt. Időt meg türelmet, mert ha az ember elégszer ismétli, akkor egy idő után nem tud elrontani, illetve még mindig el lehet rontani, de sokkal kisebb az esélye. Tehát ezt egyszerűen ki kell ülni, és
és ismételni. Okay? Tehát lassútól a gyorsig, mindig lassútól a gyorsig, amíg egyenletes nem lesz, és amíg kényelmes nem lesz. Na, mielőtt nagyon elszaladna az idő, hol már 9 óra, több kérést és úgymond, hát nem felkérés, csak többen szeretik volna hallani ezt a következő számot, amit idén először a Drum Channel-en vettem föl Los Angelesben, januárban. Ez egy ilyen, megint egy teljesen másféle nóta, mint amit eddig játszottam. Ez egy ilyen arabos rock szerzemény. Pontosan azért szerettem volna egy ilyet csinálni, hogy teljesen más legyen, mint amiket eddig játszottam. Én nagyon szeretem ezt a világot, remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Még erre van időnk? Ezt még megvárjátok? Meg? Oké. Okay. Ez az útcsó, jó? Vagy nem? De csak nehogy késő legyen a fiataloknak, jó? Arabiáta, ez a címe. Mehet? Oké. Okay.
Gabikám, ez szerintem már visszatapsnak minősül, úgyhogy gyere vissza gyorsan. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Üzleti ajánlatot teszek. Akartok még egyet? Nem? Akkor menjünk, köszönöm. Nem? Igen? Oké, na, egy esetben lehet még egyet. Ha mindenki feláll, nagyon jól érzi magát, és végig 2-4-re tapsol, akármi történik a zenébe. Benne vagytok? Na kérem, benne vagytok? Nem látom. Utolsó, jó? Nem, ez már tényleg az utolsó. Na kérem, mehet? Tessék. Yeah.
Nagyon szépen köszönöm. Látogassatok el gabordörnyei.com website-ra, Facebook, Gábor Dörnyei Drummer, Instagram, Gabika. Mindenhol megtaláltok. Zsoltika. Nagyon köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm. Volent Zsolt, Szeged Drums. Jéj! Köszi. Gabikám, köszi szépen, hogy itt voltál. Négy után. Én köszönöm. Meg nektek is, persze. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Decemberben találkozunk, december 12-én. Roy és Ádám dobossal, Csányi Zoli lesz itt. Gyertek, hogy olyan szép szám van. Köszönöm mindenkinek. Jó pihenést. Illetve a Gabi dobját meg lehet nézni szerintem közelről. CD-k, DVD-k, egyebek a kis asztalnál. És szerintem a kurzus a büfében folytatódik hajnali 3 óráig. Én úgy gondolom, 3 cent unikum mellett. Sziasztok, jó pihenést.